A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hagyományaihoz tartozik, hogy a páros esztendőkben jótékonysági gálát, a páratlanokban pedig szülők, pedagógusok jótékonysági báját rendeznek. Minden alkalommal kitűznek egy célt, és arra fordítják a bevételt. A tehetségpontként is működő intézményben idén a támogatott terület a tehetséggondozás. A jótékonysági báloknak köszönhető, hogy a művészeti nevelés feltételrendszere nagyon jól alakult az iskolánkban. Volt, amikor nyelvi labort tudtunk berendezni a bál bevételéből. Volt, amikor a művészeti tantermeinket tudtuk korszerűsíteni, új bútorzattal ellátni. Most a tehetséggondozás feltételeinek javítására kívánjuk fordítani a jótékonysági bál bevételét. A bál bevételét ezen belül a kézművesség alapanyagainak beszerzésére, sporteszközök, könyvek, digitális tananyagok vásárlására kívánják fordítani. A bál szervezésében oroszlán részt vállaló szülői munkaközösség szívesen vállalja ezt a feladatot, hiszen fontosnak tartják az összefogást gyermekeikért. Ez egy olyan lehetőség, ahol a szülők egymással találkozhatnának. Itt nem biztos, hogy az az elsődleges cél, hogy a pedagógus és a szülő találkozzon. Itt az lenne a fontos, hogy a szülők találkozzanak egymással, összefogjanak és értéket teremtsenek. A Batyus Bálon vendég volt Aucsilla, a zenét pedig a Tuki Trió szolgáltatta, ám mielőtt a bálozók a táncparketre léptek volna, mások tettek így. Az estet megnyitó műsorban a Dunaparti Táncklub adott ízelítőt a tánc világából, az iskola nyolcadikosai pedig egy keringőt mutattak be.